Nem is tudom, mivel kezdjem a kérdést. Nyilván fájó ez a vereség, talán az még fájóbb, hogy miként. Te hogy látod, milyen tényezők játszottak közre abban, hogy most nem sikerült kiharcolni még a döntőbe jutást? Még jobban fájt, ha Szarakrenyi sérült, ez mindig, tudod, engemet, tudod, vereségező mindig nehéz, de amikor plusz valaki sérült, tudod, itt és úgy néz ki komolyan ez, tudod, ez igazán, amit legjobban fájt, de tudod, szerintem tudunk, még kellett jobban játszunk, tudod, itt gratulálom Percnak, tudod, hogy milyen energiával játszott és minden, de nem tudom gratulálni neki győzelem, mert szerintem, tudod, én mindig úgy sportember vagyok, edző vagyok, én mindig ez úgy nézem, tudod, hogy kell nyerni, aki megérdemeli. Ma nem csak ők voltak az ő győzelemünk, ez a faktorit, amit folyott pályán, amit az egésznek ez nagyon nem merre a rájátszásra vala, de tudod, itt beszélni erről, ez, tudod, nem akarok én erről beszélni, nekünk kell készülni a következő meccsre, amit nagyon fontos, hogy például ma nagyon jó hangulat volt, és ez szép lett volna, ha erről beszélünk, tudod, de itt, tudod, itt nehezen most beszélni erről, mikor, tudod, ez történt, ami történt, mindegy, hogy kők szombaton játszunk a harmadik meccs Szekszárdon, kell rendbe rakni fejekben, mindenki, kell jó pikenjünk, kell készülünk, és szerintem, hogy kijöjjek, kívánom mindenki, aki látja ez a meccs, tud mondani másiknak is, mit itt folyott, és kell csináljunk hangulat Szekszárdon, amit soha előtt, és nagyon például kívánom, ez lenne tökéletes, hogy három játékvezető jönne odafújni Szekszárdon, hogy tudod, ha megnézem, hogy fognak fújni ott.